készültem, de hát igen, talán tudok egyet. Amikor én egyébként az Újpestbe kezdtem a futballt, szégyen szemre. Nem a Honvédben. Nem, és... Tudom. Tudom én. És... ott ugye... Tudom, az annyira nem jött be ez a versenysport, meg ugye nyomták a gyerekeket. Nagyon durván, így a szülők. És... hát nem is nagyon játszottam meccseken, úgyhogy kurvára meguntam ezt az egészet, úgyhogy... Igen. Hát ez a... Tehát, hogy mindenki profi focistát akarta a gyerekéből csinálni. Mindenkinek sikerült is, úgy látom. Hát a Széki Attila, a Curtis, ő ugye így játszott az Újpestbe. Ő se egy nagy tehetség, de van nem tudom hány NB1-es meccse. Csak őt tolták keményen. De hát én jobb vagyok nála, tehát úgyhogy még megiszom 3 sört. Hát akkor ez valami betegségre tudom, hogy elfogsz. Ja, na mindegy, de a lényegre térve átmentem egy ilyen Pest megyei csapat, ez a Kinoin. Kinoin. Itt van a gyógyszergyár. Igen. Ez ott van Újpesten a pályájuk, most már az Újpesté a terület, de... Kám, lementem az első edzésre, és ott ez volt, a gyerekek kimegyünk, fogta a labdát edzés, és tessék, játszatok, ennyi volt ez így az edzés. Imádom. Hány évesen? Hát olyan... 10. Akkor jó. Jó volt. Hát egy volt egy edző, a Részeg Józsi. Na ő volt az, aki mindig ezt csinálta, hogy a gyerekek, lemegyünk edzeni, most az elején futunk egy kicsit, utána meg labdás edzés lesz, technikai edzés. Az erőléti edzés az ugye futás volt, abból állt, hogy akkor 6 kör fussatok le, addig felment, még ott a Palibával, az elnökkel megivott néhány kortsört, visszajött. És aztán így észrevették így a gyerekek, és akkor volt, hogy csak 4 kör futottak. Na volt a telepkör, amikor téli felalapozás, ilyen stoppis cipőben, hát az a szöges. Abban a betonon fussában, meg a sporttelep körül. Ja, hogy tudja rendesen inni, nem? Nem, persze. Hát már többen azt csinálták, hogy mi se voltunk azért. Nekünk is volt eszünk, volt, hogy átmásztunk keresztbe a sporttelepen. Aha. Kevesebbet fussunk, vagy valaki felszállt, elfutott a ott van Rákospatán az alagút, vasút alatt, felszálltak a 96-osra, lementek a sporttelep elejére, és ott begyalogoltak. Szóval így telt a felkészülés. Szóval volt egy gyerek, ő megmondta, hogy ő nem jár edzés, hogy a felkészülés időszak alatt, mert nem akar lesérülni a komoly meccsekre. Ja. A másik az, de az már felnőttben volt, meg egy kicsit zaklant volt a srác, ő meg úgy fogalmazta meg így a futball iránti elkötelezettségét, hogy ő szeret focizni, minden, de nem nagyon szereti így leízzad, nem szereti a teste így, különböző hőhatásoknak van kitéve. Tehát ő ilyen 10 fok alatt nem jött edzése, és 30 fok felett nem lehetett rá számítani. Neki így maradt ki így a felkészülés időszak. Megis az eredmény, a teste nem lett szétsütve, meg fagyasztva. Nagyon jól csinálta. Na de hol is kezdjük mi az izét? Na igen, gyorsan így átpörgetve a történetiséget, utána igen, a ifi csapat, ugye felcseperedtünk,
jöttek a ilyen kamaszkori évek. Én 7-es, 8-osok lehettünk, és akkor már így a csapat fele az ilyen dózsás volt, tehát Újpest meccse járt. Hát annak is egy ilyen szélső jobboldali szurkolói csoportjában, ez az új generáció, nem új generáció, hanem az új generáció, az fradista, hanem a UVB-s volt, azt hiszem. UVB, Ultra Via Bulldogs. Olyan púls jön, na, ott tehát abban a csoportban jártak, a fele meg fradista volt. Aha. És akkor így, mit tudom, mentek így az edzésken így a zrikák, meg minden, de azért így meccseken így összetartottunk meg minden. Aha. És egyszer volt egy olyan csapat, a Közterület, az volt a neve a csapatnak, és Kőbányán volt a pályájuk. Lehet, hogy már, még most is ott van a KFK. Hol megy a 85-ös busz, Újhegyről Újhegyre, ott jobb oldalt van az a pálya. Az is közterület? Hát az volt. Az volt. Akkor. És akkor elmentünk, és akkor hát ilyen lila mezünk volt egyébként. És akkor megláttak minket, és valószínűleg fradisták voltak. Egyébként meg ilyen bevándorló gyerekek voltak, meg ilyen vagy cigányok, vagy nem tudom, de ilyen sötétebb bőrűek. Aha. És hát így a csapatunkból viszont így páran nem nagyon, alapból sem nagyon tolerálták, de az, hogy így utána így elkezdték ezt a mocskos liláknak, hogy mi van, így szokni fogtak, meg ilyenek. De hát akkor még úgy nem volt úgy semmi probléma ebből, mert idegenben voltunk, meg ott nekik voltak, ott voltak hazai pályán. Rokonok, haverok. Ja. De amikor tavasszal eljöttek ide Újpestre, akkor, tehát ők már készültek így a srácok. Tehát kiírták így a haverokat, meg minden, és egyébként kiszoptunk kettőjére, de hát ilyen, az ekkor a meccseken az eredmény az mindig csak másod, harmadlagos dolog volt. És így megint ment ez az ide-oda szólogatás, és utána a meccs végén így hirtelen így eldurrant, betelt a poháron, és így ilyen tömegverekedés lett az egészből. Ebben se le tudtátok játszani? Le. És akkor ott emlékszem, hogy tehát ott láttam cigányt úgy, hogy így remegett. És egyből ugye rendőrt hívtak, kijött a rendőr, nem lehetett, benn voltunk az öltözőben, senki nem mehetett el. Senki nem is ment haza, egyedül egyik csapattársam, aki részt vett a balhéban, ő kimászott az ablakon. Mezben. Gyönyörű. És ugye ővel jött a rendőr, és mondja, a cigányok mondja, ja, a 16-os messze elmúlt, de így remegett a gyerek. Nem hittem, hogy ilyen van. És hát pont nem volt ott a 16-os, mondta edzőnk, hogy mert az is egyébként egy 8 álltással rendelkező edzők volt. Mondta, hogy hát ő nem látták az embert, és hogy edzőkönyvben itt van, ja nem láttuk, meg hogy ő nem is azzal játszott, meg éppen ilyen hamissal játszott, tudod, már jöttek elő ezek, hogy feketézett, tehát csomó feketéztünk. Mi azt jelenti, hogy? Hát, hogy nem volt, aki már 3 éve nem focizott, mert egyesül, de mindig meghosszabbították neki a sportolós engedélyét, hogy más játszhasson ez a V-vel. És akkor beírt, hogy a Kovács is játszott egy Szabó. Ha 88-as korosztályban volt, aki 84-es játszott. Ez az 14 évesen azért érződik, ha jól sejtem. Jó volt. Na de visszatérve a rendőrségi ügyre, hogy mert volt egy ilyen sportlap, amit úgy olvastak így az emberek, tehát még nem volt internet, minden, és úgy jelent meg, hogy boxer, baseball ütő, balhé a pálya utcában. És a felső szomszédom, amikor a liftbe beszálltam, ő kérdezte meg, hogy nem hallottál erről az esetről? Hát mondom, de ott voltam.
Ja, jó volt. Ugye egyik a Bú... Ja, és nem is az, őt tiltották el, mert egyik csapattársamnak, aki ott se volt. Őt tiltották el. Gondolom. Fél évre. Az volt beírva. Igen. Ő volt beírva. Igen. Közben a búvár volt az, aki elkövette. A búvár. Azért volt búvár, mert így futott mindig, mert hátán volt egy ilyen palack. Ja. Volt séfalaszti meccsetek? De voltam hasonló Inárc, vagy Vasad? A Nori Erdő? Ezeken a helyeken nem jártam. Azért... De jártam Rádon. Igen. Első felnőtt mérkőzésem. Igen. Ami ugyancsak botrányba fulladt. Azaz. Hát... Kim volt egy elég szimpatikus közönség a rádiak részéről. És hát nehezményezték, hogy vendégszurkolók is részt vesznek a mérkőzésen. Ajaj. És ugye amikor megvan adva, hogy a hazai csapat az ilyen szervezőket állít ki. Uh-huh. Ezek a sárga mellényes emberké. Uh-huh. És ők azért megpróbálják így az indulatokat így megfékezni, meg minden. Igen. Most ők kezdték el provokálni így a vendég. Csak annyit vettünk észre ebből a meccsből, hogy egyébként vezettünk már 3-2, de így nagyon vége volt már. Vége fele járt a meccs is. Ilyen nagy ilyen üvöltözés, minden. És akkor így, mi történik, ott a közönség között van valami. És akkor látom, hogy a csapattársam az fut át így keresztbe a pályán. Azt mondja, hogy veri, ütik az anyámat, és így fut át a pályán. Gyönyörű. Volt még a bicikli. Hm? Volt még a biciklis eset. Szó, történt. Ja, kiselegi szánszíróba. Kiselegi szánszíróba. Az nem a bringánál ér véget, vagy nem ott az a legsúlyosabb része, vagy az csak a csúcspont, hogy... Hát az egy gyönyörű. Azban, hogy már megcsinálták azt a pályát is. Szomorú. Elkerítették, pedig ott... Úgy képzel, olyan, hát egy ilyen mélyedésben van a pálya. Ugye a fóton van egyébként. És én kaiba az öltöző egyébként, tehát ezt mondjuk én öltözőnek nem nevezném. És én a pályán vezetett át egy út, mert ugye nem sok lust ember nem akarta megkerülni a pályát, hanem egyből a torony iránt ment haza. És ott ki volt járva, és amikor focisztál, akkor így meg ott volt egy ilyen kis mélyedés. Pályán. Néni áttolt a bicikliét, hogy mi a fasz? Hát elkezdte áttolni, amikor meccs volt. Meccs közöttén. Volt, hogy berúgták oda a labdát az egyik kertbe. És ott ilyen cigány vaj, valami cigány vajda lakik ott. Sem adta vissza. Nem adta vissza a labdát. Nem adta vissza a labdát. Sem volt több labda. És az a fremestek vége volt. Gyönyörű. Az Afrikára nem emlékszem pontosan. Ja, igen. Az csobánkám volt. Mi történt csobán? Akkor kupa meccset játszottunk. Mi akkor voltunk a megye 2-ben, ők meg így a megye 3-ban. Tehát osztálykülönbség volt a mi javunkra. Hát úgy kezdődött az egész, hogy ugye mi egyébként nem tudtuk, hogy ők kicsodák, meg mi nem volt még az a elektronikus, tehát felmész a netre, tudod nézni, hogy kik az ellenfelek, ki kellene játszol majd. Nyilván könnyített volna a helyzetem, hogy felmért, hogy hova mész. És könnyű kocsikkal mentünk, mértünk oda előbb, legelőször, és akkor nem tudtuk hol a pályán, fent a főtéren. Van a kocsma, a templom mellett nyilván, és így ott lézengtek ott az emberek, kiszállt egy csapattársam, bemegy, azt megkérdezi, hogy merre van a pálya. És egy nyurga gyerek mondja, hogy még volt, kint ki volt neki kérve a menü,
ugye a feles sör. Szűzi, ott lemész arra, elkönyörödsz ott a pálya. Jó. Mire kijött? Kijött, mondja, hogy majd merre kell menni. Jó. Látjuk, hogy jön ki a nyurga gyerek. Felszáll a robogóra és elindul. Jó. Kilemegyünk a pályához, látjuk, hogy a srác is ott van egyébként, mert egyébként ő volt a csatár. Zseniál. Ő volt az egyik horvát a 10 közül. Az egyik horvát a 10? De 10 horvát volt akkor. Ja. És itt nem a nemzetiségre utalunk. Horvát fiú. Tehát nem a Luka Modric. Csatár támadott ellen, hanem... Ez a brazil-horvát volt. És ugye az volt, hogy állítólag feldobtak nekik valami lóvét, vagy valami kaját a kocsmában, hogyha megvernek minket. Nem mondták, hogy kell megverni. És kijöttek a pályára, hogy ilyen, az is ilyen katlan volt, és körbe minden olyan ilyen cigány családok. És ugye a 11 emberből 10 az cigány volt, 9 családtag. Három generáció egy pályán volt. Azt kérdez, amikor mondja a srác, azt mondja, apu, merre fussak? És akkor eridjél ki a vonal fele. Azt mondja, arra eridjél kifele oda, majd kapod a labdát aputól. És volt egy fehér köztük, nem tudom, az biztos valami Pomázról jöttet, vagy valami másonnan. Őt meg úgy becézték, hogy Afrika. Térkül, a diakoló. De még a csobánkai meccshez még annyi, hogy tehát semmi extrém volt, tehát ilyen, hogy nem nagyon szabálytalankodtunk a mérkőzésen. Féltetek. De amikor ők is felrúgták az egyik csapattársunkat, akkor még ő kért elnézést. Prémium a kontent. Kapusunk mesélte, hogy ugye kirúgta a labdát, és akkor háta mögé ért egy ilyen kisebb csoport, és mondták, ha nem engedsz be egy gólt, elvágjuk a torkodat. Szerintem ez is teljesült, mert azt hiszem 3-2-re nyertünk. És a vége? Nem volt semmi. Nem kellett futva menekülni. A fél időben volt az, hogy volt a nyurga gyerek, aki ugye csatár volt az első fél időben. Aki volt a kocsmában. Igen. Azt meg azt mondja, de azt képzeld, hogy milyen taktikai beszéd lehetett náluk az öltözőben, hogy kijönnek a másik fél időre, és a csatárból azt mondja, én most hátra megyek, mert ott stabilan kell lenni. És akkor hátra ment, és akkor szólt az egyiknek, hogy te szaladjál előre, majd rúgom a labdát neked. Ott a fél időben megbeszélték a taktikát. Sárc, és menjél előre, rúgom. 11-ből 9 horvátom, vagy 8 családtak. Szerintem meg is van a jegyzőkönyv valahol. Jó, Viacolor. Káposzta volt, vagy kortior? Az Csőváron volt. Az ilyen Tenc rád fele kell Vác felé elmenni. Itt valami kis falu. És hát a Csővárnak elég leáldozóba volt akkor így a szénája. Utolsó helyen tanyáztak, ilyen 0 ponttal és 126 kapott góllal.
tíz forduló után. Igen. És igen, ellátogattunk hozzájuk. És nem sok, ott nem sok szurkoló volt. Konkrétan egy, akinek a kertjének a vége, az szomszédos volt a futballpályával. Tehát egy ilyen 3 méter volt közt egy ilyen árok. Úgyhogy ő kiment. Úgyhogy ő lent dolgozott, éppen serénykedett a kertbe. Ja! és ugye meccs volt. De egyébként valószínűleg onnan néz a meccseket, mert ki van neki készítve a műanyag szék. És a meccs első percétől folyamatosan, azt képzeld el, hogy nem tudom, hogy vett leve őt az ember. Folyamatosan kurva anyázott. Szitta, akinél éppen a labda volt, a nem Csővárit. A kurva anyád a tízes, passz meg, vagy fellógatlak meg, ilyeneket, elkötlek, csak gyere ide a közelben, meg ilyen szépek, szép kis. És hát meg nem csak, nyilván nem csak minket, hanem a bírót is, tehát minden egyes a Csővárnak negatív irányuló döntését, azt így nehezményeztet, tehát nyilván. Ilyen erősebb szavakkal. És amikor már így vezettünk már is 2-0-ra, és utána ezek elkezdtek ezek hevesebbek lenni, ezek a kirohanásai. Vége az volt, hogy fekvolt egy ilyen biakolor téglát, és elindult a parkjelző felé, aki ezt észrevette, és így jelzett a bírónak, hogy állj. És a bíró az így, lehet így megállította a meccset, hogy addig nem megy tovább a játék, amíg a szervezők el nem vezetik. Lehet, semmilyen szervező nem volt. És akkor szóltak a kispadon az edzőnek, Csővári edzőnek, aki egyébként Csővár polgármestere. Nagyon helyes. És mondta, hogy intézzék el a csávót. Oda ment, szólt, felment anyuhoz azért megenni az ebédet, vagy nem tudom, mi volt. Felballagott. Ja. De az ugye kiderült egyik csapattársam, aki Gödöllőről igazolt hozzánk. Ő már pár éve volt ott, és akkor őt karalábéval dobálta ugyanaz az ember. Gyönyörű. Ja. Milyen sztorik vannak még? Pihenjünk rá. Van még. Na? Van egy úrunk, vagy volt. Gyúrunk, bácsink. Hol? Az óriási. Hát... Melyik csapat? Dunakeszin. Óriási, rúgtatok is róla a videót, mert ő ilyen nagy viccmesélő mester. Tőle loptam a vicceimet. Ő úgy vállalta, hogy lejön hozzánk gyúrni, hogy 3 sör. És általában az első embert, aki legyúr, mindenki első akart lenni, mert akkor még volt erő a kezeiben. Hát ő egy ilyen 70 éves bácsi egyébként. Az első embert még úgy jól normálisan letudta, utána már elvesztetted, mert akkor már másik sört megitta. 3 sörért jött le. Tehát nyilván a meccs után volt még bónusz, tehát ott azért... Ott még prémium volt. Tehát ilyen 6-7 sört simán megívott egy ilyen bajnoki mérkőzés alatt. Imádom. És ő volt egyszer, hogy voltak ezek az évzáró bulik, és egyik alkalmával, ugye minden, ott maradtunk a pályán, akkor van főzés, meg zsíros tenyér, meg sör, ital. Hát jól így. Bevasztott mindenki, és így ez már Gödön volt, mikor már Gödön fociztunk. És hát elment az utolsó vonat, Dunakeszi fele.
Hát gondolsz meg, mi legyen, tudod. Nézték az emberek, jó, van még egy busz. Akkor menjünk ki a busz mellett. De az ugye tovább van, mert a főúthoz kell kimenni. Menjünk ki a főúthoz, de tudod így, mit tudom, hogy mindenki picit úgy időzavarban van. És mondjuk látjuk, hogy hát előbb is jött a busz, de hogy már indul el a megállótól. Na, az meg tudod, gyalogoltunk haza, hogy hívhatunk taxit. Manó bácsi, úgy hívták egy úrót, Manó. Ki robban a busz elé, hogy álljon meg, busz megáll. Kinyitja az ajtót, Manó bácsi felnéz. Gyurikám, hát szevasz, de rég láttalak, 1000 éve, még mindig itt nyomod, jaja. És egy ilyen, mint én, hát a Manó egyébként, ő kb. 40 évet lehúzott ott a vasutason, tehát focizott is, meg edző is volt ott, meg gyúró ugye. Tehát neki őt azért elég sokan ismerik. És hát ugye meg is, ez a buszvezetőt, ezt is pont így ismerte. És akkor te elbeszélget, de az meg hogy lehet? Éjfélkor mondom, leint egy buszt, akinek ismeri a sofőrjét. És ott elkezdve áll a busz, 5 perc áll a busz, és akkor ők beszélgetnek. És akkor, na jó van, gyitod, és akkor ilyen, hogy oda, hogy na jó van, gyertek, elviszlek benneteket. És akkor várjál, nem az van, hogy izé, hogy mi az, hanem csinálja ezt, és elindul hátrafele a buszban, és oda mondja, majd az utolsó fizet, és akkor elindul. Micsoda? Majd hátul fizetnek. Ja. Jó, ezt tudsz. Szólj, ha mehet. Már meg? Igen? Húzz kicsit belőtt, kérlek. Közelebb a nyakadtól. Így? Így jó? Jó, tökéletes. Ne ébrezzél. Na. Akkor kerültem a Dunakeszire, akkor volt egy jó edzőnk. Több szempontból is. Ő... Mi a meccsek előtt mindig, amikor mondta így a szakmai dolgokat, az abból állt, hogy menjünk így, elmentünk itt a Pilis Csabára, eljöttünk Pilis faszom, geci tudja, nem tudom hova. Menjünk ki, mondom, többen láttátok tegnap a Barcelona meccset. Hát, tehát ilyen kis faszokkal kell kombinálni, és ezek úgyis csak ívelgetni fognak, és meg lesz. Tehát játsszuk a saját játékunkat, és akkor itt jön a fontos rész, tehát innen az a jelentéktelen. És meccs után, ha hazamegyünk, maradt egy kis ellátmány, tehát maradt még egy kis sör, van még pálinka, és Éva nén még zsíros kenyérrel vár minket, úgyhogy... Tényleg nem volt egy olyan felkészítő beszéd anélkül, hogy és egyébként meccs után senki ne rohanjon haza, mert a hazai meccsek után így volt egy nagyobb, hát kb. Nagyobb, még ha meghosszabbítod, nagyobb volt az a helység, ahol leültünk. Nyilván mindig nagy volt a csapat, mindig volt valami születésnap, névnap. Ezt mindig így ittunk. És mindig az volt, bementem, hát akkor még zé. 19 éves voltam, még nagyon fiatal. Bementem. Én volt legfiatalabb a csapatban, bejöttem, és akkor Nini mondta edzőbe, Ábel, gyere csak egy picit. A pult mögül oda mentem, és már töltötte a kicsit. Láttál az legkapott öröm Barcelona. Mit mondod? Rátöltél fogod, hogy ilyen kis faszokkal kell mit csinálni?
Kis passzokkal kell kombinálni. Kis passzokkal kell kombinálni. Ja. Igen, a tiki-taka taktikát így lemállagadt a mások. Volt egy, a sütnek eszembe egy dolgok. Volt egy törzsszurkolónk, vagy több is volt. Amikor megnyertük a Dunakeszin, megnyertük a megyekettes bajnokságot, de már abban a szezonban járt az ember. Egyébként az egyik csapattársának volt az apja, de ő már nem járt le. A csapattársam, de az apja lejárt így meccset nézegetni. Hát ő... Neki ez egy ilyen szeánsz volt, mert az asszonytól mindig távol volt. Bemaszott, mint az állat, általában már a meccs elején. És akkor valahogy hazakeveredett így este. És ő is részt vett ezeken a kis összejöveteleken. Hát ilyen családias, a szurkolók is benn voltak, ettek, ittak együtt, mit megbeszéltük, mit kellett volna jobban. Nyilván. Nyilván szót követett. És ő engem nagyon bírt. Nagyon bírt. És mindig úgy üdvözölt. Óriás volt. Gyere a kurva nénikéde, de imádlak, te kis geci, gyere ide. Gyere te kurva nénikéde, gyere csak ide, basz meg. És akkor így megveregette hátamon, gyere, meghívlak, mit iszunk, gyere, meghívlak. Iszunk egyet, nem? Hát mondom, iszunk. Neked mondjuk úgy is kell még. Látszik rajtad. Kurva néni kéred, gyere ide, hogy de szeretlek, gyáj, bazd meg. Mi a posztolját? Jó volt. Hát középpálya. Szélső. Középpálya. Igen, ott volt az. Most, igen. Ott voltak ilyen dolgok, hogy ugye közel volt olyan pálya, ahol közel volt a korlát. És akkor ugye hallottad a kurva anyázás így nagyon hamar, nagyon közelről. És volt egy olyan meccs, amikor kim volt anyám is. meg így fater is kim volt. Még, de akkor még fiatal voltam, még érdekelt, hogy tudod, érdekelt, hogy mi a meccs, milyen. Meg hát akkor akkor nyertük meg a bajnokságot. És akkor így apám kérdezte tőle, hogy itt van az említett személy, itt van mellettem. De nem eszkalálódott a konfliktus. Nem. Mert akkor én futottam volna keresztül a pályán. Hát volt olyan, hogy ugye itt a sört az emberke a korlátnál, és a hátvédünk az meg így közelről szerel, de úgy, hogy a labda hát olyan 2 méterről eltalált az ember, de ilyen izomból kirúgta a labdát, és a sört az kirúgta a kezéből. Olyan ideges lett, így beront így a pályára, hogy megverje a játékos. Mi az, hogy kiönti a sörét? Ilyet nem lehet. Hát nem. Szóval... Bár, egyébként tudom, hogy fejlődött valami, mint az előléti edzés, vagy a módszer talán? Egyébként... viccet félretéve, ami volt ez az edző, akiről az előbb meséltem, ő le lett váltva. Jött egy ilyen játékos edző, aki, hát, hogy mondjam, profi, ő NB2-be is játszott, tehát magasabb szinteket megjárt, és egyébként gólkirály is volt nálunk, és vele nyertük meg ezt a megye 2-es bajnokságot, de egyébként teljesen, tehát ilyen, hogy mondjam, ilyen szinten voltunk. Tehát mi egy olyan baráti társaság voltunk, lementünk, meccsek után volt étel, ital, szurkolók, így van. Más csapatoknál ez nem
feltétlen volt meg, tehát valakik ugye pénzért játszottak, itt én 30-40 ezrek, és az csak oda megy a meccs után, elkéri a pénzt, azt megy haza. Nálunk ez ilyen baráti társaság volt végig, és szerintem ez pont ez volt ennek, tehát ez adta így az erejét ennek, hogy így csapat voltunk, így együtt mozogtunk, így éreztük egymást így pályán is, meg pályán kívül is. Ja. És akkor jött ez az edző, aki egyébként így játékos edző, aki ugye csatár volt. Gólkirály is volt, de ő minden meccs előtt bekevert egy ilyen kis vodkát egy doboz energiaitallal. És ezt így elfogyasztotta meccs előtt a felét. Edzőként? Aha. Nem játékosként. De játékos, de hát ő játszott is. Úgy játékos edző. Én azt tudom, hogy játékos edző, az azt jelenti, hogy játszott, játékos volt és edző lett belőle. Nem, ő játszott is, és edző is volt egyben. Elfogyott. Minden játék előtt nyomott egy vodka energiaitalt. Igen. A vodka bomba. Állítólag megszakadt volna, hogyha nem veszi be. A combja megszakadt volna. Ez teljesen egyértelmű. A brit tudósok bizonyították, hogy ez igen. Így van. Hát én is, hogyha kocogni megyek reggel, akkor a vodka energiaitalt az kár. De mivel itt elég energiaitalt iszok a dolgozóban, azért ja, ő, már csak vodkát iszunk. Őt valahogy így ez dobta fel. Hát érthető, tehát engem is feldob. És olyan, hú, az meg már volt, hogy bebasztottam egy úgy, olyan szesszaga volt, ez az igazi tömény szesszag. Borzasztó. Volt, hogy én mondta, hogy próbáljam ki. Így a kelőttel. Biztatok. Nem, nekem rám nem volt jó hatással. De mondom, valami 30. Valami 30. Ugye 30... 20... Mi van? 16... 30... 32 meccset játszottunk abban a szezonban, amikor megnyertük a bajnokságot. És ő valami 37 gólt lőtt. Tehát egy fölött volt a gól átlag a meccsenként. Hát jó, de a 126 nullos arány után, tehát így... De akkor nem volt, akkor még nem voltak ilyen szar csapatok, tehát még a nem voltak ilyen pofozógépek abban a ligában. Bocsi, csak rakok egy mixet. Ja igen, Manu Mácsira még annyit, hogy ő ilyen nagy mixes, tehát ő minden nap rak egy mixet. Rak egy mixet. Ugye van otthon az asszony, de ők külön nyugdíjon vannak. És hát ő mindig elbassza a pénzét, mert mindig mixel és sose nyer. De is, mi bassz meg? Ő mindig le kell menni, meg kell inni egy sört, és mixelnie kell minden nap. Tehát ez nála egy ilyen szokás. És minden ilyen fél évkor, amikor volt az év, tehát ez az évzáró program, mindig neki összedobtunk egy ilyen borítékba, hogy tessék Manó bácsi, de mivel úgy bebaszott az nap, ezt most este nem szabad még, ezt még este még nem adtuk oda neki. Mert volt olyan, hogy így elindult így. Hogy elindult a lóvéval és elitte el, mixeltem? Hát volt olyan, hogy így elindult, azt meg nem tudja, hogy hol van. Ezért mindig hazavitte valaki, mert... Vigyázzatok az öregre. Megvan még. Jó. Mayer Leverkusen, Ferencváros. Hú, vajon, meg ki fog nyerni? Húzz meg. Kevés az ott. Na igen, hát figyelj. Mit tudnék még mondani? Ja, hát ilyen mellékesemények mindig voltak, tehát elmentünk Siófokra, csapat. Megyei bajnokság Siófok. Nem, ilyen évzáró buli. Ja, értem. Igen. Tehát ilyen több naposra. És
nyilván edzőtábor volt, de a májadat edzetted vele. És ott volt az, hogy jöttek ilyen csatolt részek is, tehát a Dandó nevű emberke, aki régen focizott, de már 6 éve nem, és így ilyen Dundiego, ilyen nagyon, nagyon dagadt. És nála volt az, hogy jöttünk haza a Petőfi sétányról, és így látjuk, hogy fut felénk. De ilyen sprint, tehát jobban sprintelt, mint én is. Milyen Dándú, miért futsz? Ja, hát ezért. Ott voltak a cigánykurvák, azt mondja, hát mondom, az egyikhez oda megyek. Berángattak a bokorba, azt mondja, le akarták szedni aranylakláncomat, azt mondja. Az egyiket felrúgtam, a másikat elsodortam testtel, és azóta futok. Nem is kikapcsolom. Jó, hát.